Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez újra az Ez így oké okay. végre beköszöntött a nyár, előkerültek a fürdőruhák és a strandpapucsok, és hát ma este mi is a nyaralásokról és a belföldi turizmusról fogunk beszélgetni, a középpontba pedig a Balaton kerül vendégem a témában Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, aki először van vendégként jelen a műsorban. Sziasztok! csak sikerült, szervusztok! <laughs> hát figyeljetek, csodálatos helyek vannak Magyarországon, és ugye 2022-ben is a belföldi turizmus hatalmas népszerűségnek örvendett. Azzal egyébként nagy titkot nem árulok el, hogy egy balatoni helyszín volt a legnépszerűbb. Tippelgessünk így az elején, vajon melyik város lehetett az? Réfüle. Amit a... Réfüle. Réfüle. <laughs> Na, a... Nem, nem sokat gondolkodtatok ezen. Vajon, vajon miért Réfüle? Véleményem szerint azért, mert ott minden más második héten a Fodor Imrével lehet találkozni. Én mi szerinted? Én ugyanígy hittem a Rátonyi Kriszta de most, hogy a Kriszta azt mondta, hogy velem, hát akkor kénytelen vagyok elvinni. Nem, hát, egyébként érdekes révfülöp, és hogy miért gondolnám, hogy viccet félretéve. Azt gondolom, hogy akik Törzsgyökeres balatoniak, és ezt most úgy mondom, hogy törzsgyökeres, hogy nem feltétlenül van nyaralójuk, de mondjuk évek óta lejárnak. A, én tényleg az utóbbi pár évben vettem észre, hogy, hogy mondjuk csopakig, füredig elmenni mentünk el régen, és most már, hogy megkapjam ugyanazt a, azt a balatoni hangulatot, amire én mondjuk gyerekkoromból emlékszem, vagy fiatalkoromból emlékszem, ahhoz bizony kell menni Réfülöpig, és ott a Badacsony és a környéke hozza meg azt a, azt a Balaton érzetet, amit én, én régen átéltem gyerekkoromban, és amitől ilyen szentimentális lesz. Jó, hát számotokra akkor ez volt a legnépszerűbb destináció, de azért mondok tényeket, jó? Az első helyezett Siófok, második Hajdúszoboszló, harmadik Budapest, negyedik Eger, és aztán jön Balatonfüred. Visszatérünk még egy picit majd így a, a Balatonhoz, és hogy milyen emlékeitek vannak, de a gyerekkorotokról meséljetek nekem egy kicsit, hogy, hogy onnan mire emlékeztek? Egyébként a Balatonon voltatok először nyaralni? Egyértelmű, talán még nem is voltam egy éves. Nekünk szabba, mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy, illetve vagyunk, hogy nekünk van Balatonon nyaralónk, a déli parton, egyébként Fonyód mellett és én a nagyszüleimmel töltöttem ott minden nyarat. Úgyhogy, úgyhogy egészen korai emlékeim vannak uh, vászon terítőről, majdnem viaszkos vászonnak mondtam, mert mi úgy Mi hívtuk, hogy a, mindig. a családban. olyan vacsorákról, amikor mindenki állt a terasz egy pontján, és a dinje fölé hajolva, hogy hova csöpögjön a földre, vagy nem tudom, a, a terasz kövére. ott voltak a kutyák, szedtük a, a Julis a nagypapámmal, tehát hogy azért azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egészen, egészen zsigeri szintekig ivódott belém azoknak a nyaraknak az emléke, aztán később nekem édesapám ugye leköltözött Balaton mellé, úgyhogy aztán nem csak a nyári Balaton lett az élmény, hanem egy ilyen négy évszakos történetté változott, és akkor megtanultam korcsolyázni a Balatonon, láttam milyen ősszel, láttam milyen tavasszal, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem egy picit a vérem helyén is Balaton vízcsobog, tehát hogy nagyon-nagyon hogy sok gyerekkori élményem van. Én mi a te véred helyén is Balaton vízcsobog? Nem tudom, hogy mi csobog. Mi csobog. E mi északi partosok voltunk, az első pillanattól kezdve szinte mondhatom, 90%-ban, de ez valószínűleg azért volt, mert a születésem előtt édesanyám Balatonon volt szállodaigazgató Füreden, akkor még ugye voltak ezek a ugyan egy szállodák, amikben nem volt fűtés, tehát a tavaszi jó időtől az őszi rossz idő eljöveteléig lehetett bennük lakni, és akkor édesanyám nyaranta ott egy ilyen szállodát igazgatott Füreden, úgyhogy neki valószínűleg ezért egy elég erős kötődése volt, hogy ott nagyon, ez egy nagyon jó munkahely volt, mert nagyon szeretett ott dolgozni, úgyhogy szeretett oda visszajönni, Úgyhogy mi is Füredre kezdtünk el lejárni, aztán, aztán Tihanyba. Hát igen, abszolút a család. A család, a römi, az esti römipartik, uh, amikben nem vehettünk részt, mert kicsik voltunk. és Igen, schnapps. nálunk römi volt, nálunk őrület römi. Ha nem is minden évben, de időről időre azért megvannak a trendek, hogy hová szeretünk utazni, és miképpen a, a divatos helyszínek. A gyerekkorotokban mi volt az, ami szerintetek nagyon, nagyon ment, és nagyon menő volt, és mindenki oda szeretett volna menni egy kicsit pihenni? Én a kamaszkoromban megéltem azt az időszakot, amikor a Balaton egy picit ciki lett. Tehát, hogy akkor volt ez az időszak, amikor ugye nagyon nem, főleg a déli part egyébként végigment ott egy ilyen, hát hogy mondjam, azért a, a Kádár időszakban ö, ott ugye voltak azok a az üdülők és minden egyéb, ami ugye elérhetővé tette gyakorlatilag mindenkinek a balatoni nyaralást, és akkor nagyon sok olyan tőzsgyökeres balatoni, akiknek nem tudom még a, az előttről volt ott nyaralója, gyűlölték ezt az időszakot, és egyébként utána ebből azért kellett egy jó pár év, mire felállt ott így az egész déli part. Nem tudom, az északi parton nem töltettem akkor még ennyi időt, hogy ott ez a helyzet milyen volt. Tehát akkor például nagyon sokan nem szerettek a Balatonra jönni, mert hogy túl túl drágának találták, ráadásul nem volt olyan minőségű a szolgáltatás, sem gasztronómiailag, sem a strandokon, sem sehol, amit érdemes lett volna azért a pénzért kifizetni. És szerintem mondom ez, ez csak így az utóbbi tíz évben jött helyre, nagyjából, és lett újra uh, ennyire virágzó ott a turizmus. Úgyhogy én nekem az volt a tapasztalatom, hogy abban az időszakban nagyon sokan választottak olyan alternatívákat, amik például más városokhoz kötődtek, vagy más fürdőkhöz kötöttek, ha már említetted hajdúszoboszlót, például egyébként az nagy nagyon népszerű volt abban az időszakban szerintem. Én sokat voltam ott akkor. Az utóbbi tíz évben ugye megint nagyon menő és népszerű a Balaton, és szerintem ez annak fényében is nagy teljesítmény, hogy nagyon kinyílt a világ gyakorlatilag, szerintem már csak a pénztárcánk dönti el, hogy, hogy merre és hogyan szeretnénk utazni. Szerintetek egyébként az emberek hogyan választanak úti célt, amikor végre eljön a szabadság ideje? <coughs> Ö, nem csak az utat eszembe, hogy én egy, egy picit akkor szerintem én furi vagyok, mert hogy én a gimnáziumi éveim alatt nem utaztam, ö, nem is vagy vágytam máshova, egyszerűen én, a, én, az alagi homokos mezőkre vágytam, úgyhogy nekem amikor szabad, szabad időm volt, én a Magyar lóversenyvállalat tréning voltam megtalálható az év bármelyik pillanatában, és én tényleg nem jártam nyaralni, nekem a Balaton egy ilyen abszolút, akkor gimnazis a koromban már a szüleimnek lett egy pici nyaralója csopakon, és akkor volt az, hogy Hát amikor időt tudtam szakítani és nem a, a lovak, akkor a barátokkal lementünk és akkor mi a nagyon jól éreztük magunkat, ugye az északi part azért egy picit változott, tehát hogy ott pont tíz évig azért egy hihetetlen nyugalom volt és békesség, tehát mi szerettünk oda pont ezért lejárni, kevesebb diszkó volt, ezért ugye kevesebben jöttek, persze volt egy-kettő, most már szerintem ki lehet mondani, hogy nincs a Dexion, az például egy ilyen óriási hely volt, de hogy de hogy én nem választottam, és aztán felnőtt koromban meg valahogy hozza magammal azt, hogy hogy, hogy gimnáziumban, én mindig úgy utazok, hogy, hogy, hogy lóversenypályának, működő lóversenypályának kell lenni a közelben. Kriszta, te kell. hogy utazol, így felnőtt feljel már, ugye a Balaton az tényleg ott van a, a bőröd alatt, de hogyha egy hosszú szabadságra elmehetsz, de akkor is a Balatont választod? Őszintén szóval nem emlékszem hosszú szabadságra, <laughs> tehát belátható időn belül, de, de az utóbbi években, és ez valószínűleg összefügg azzal, hogy az ember a 20 éveit maga mögött hagyja, és akkor elkezd vágyni valami olyanra, ami, ami egy picit a sajátja, vagy egy picit érzelmi alapon érinti meg inkább. Így az elmúlt években én a saját nyaralunkban töltöttem hosszabb időt, hogyha volt lehetőségem szabadságra menni, és pontosan azért, mert az nagyon jó kaland, hogyha az ember elmegy valahova, és én is töltöttem külföldön hosszú-hosszú heteket, amikor volt rá lehetőségem, de mondjuk az elmúlt nem tudom, 8-10 év, az pont ebben egyébként erősen nyomot hagyott rajtam, hogy én vágyom arra a nosztalgiára, én vágyom arra az ismerős érzésre, én vágyom arra a saját konyhára, arra a saját teraszra, vágyom arra, hogy, hogy turkálhassak a saját kis veteményes kertemben, és, és azok az arcok köszönjenek vissza a strandon, akik egyébként lehet, hogy mi ugye a nyári időszakban nem igazán tudunk elmenni pihenni, úgyhogy nekünk a tavasz meg az ősz marad, hogyha marad, és nekem tavaly őszről van egy ilyen nagyon-nagyon Kedves élményem, hogy olyankor ugye a turisták már hazamennek, a nyaralók hazamennek, és csak azok vannak ott, akik ugye már, hogy mondjam így, egyek a településsel vagy a bútorzattal, és akkor egészen más arcát mutatja a Balaton, úgyhogy én például ezt a nosztalgiát keresem, hogyha, hogyha választok magamnak egy, egy nyaralási helyszínt. És mi még szerintetek a belföldi nyaralás előnye? Mondjuk érezhetjük azt, hogy, hogy mennyire ismerős, hogy azért itthon vagyunk, de mégis, mégsem a, a saját városunkban, ahol a mindennapjánkat éljük, ott töltjük a szabadidőnket, vagy fontos az, hogy ugye nyilván azért magyar nyelvet hallunk, szerintetek mi még az előnye? azt gondolom, hogy volt egy tendencia, ezt egy ez picit azt érzem, hogy kezd megfordulni, amikor mindig azt gondoltuk, hogy az az utazás, hogyha, hogyha fölülünk egy repülőgépre, vagy legalább autóval egy ilyen 2500 kilométert megyünk egy, egy húzamban, vagy buszon, nagyon sokakkal zögykölődünk éjszakákon át, és, és azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyon szerencsés ország, mert szerintem pont avval a valami mérettel rendelkezik, amikor még lehet azt érezni, hogy utazol. Tehát, hogy nekem mindig az őrség volt egy ilyen pont, ami, ami annyira messze volt Budapesttől, hogy amire leértem, addigra már megvolt az utazási élményem, és azt éreztem, hogy, hogy kiszakadtam ebből a, az otthoni közegből, és én ezt, én ezt ott na nagyon, nagyon szerettem, de nem, nem feltétlenül azért, mert hogy, hogyha kiszóltam a kocsiból, akkor értették, hogy mit mondtam, hanem, hanem egyszerűen, mert, mert azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon klassz ország, tehát hogy mi mindig el szeretünk vágyódni ide, oda, amoda, meg tudom, hogy nagyon szuper a horvát tengerpart, vagy Dél-Olaszország, fantasztikus, meg hasonlók, de ha belegondolunk, hogy alapvetően milyen kis kilométeren belül tudunk nagyon sok mindent megélni, most ott van a Balaton, ami egy abszolút fürdőközpont, vitorlázhatunk, biciklizhetünk, úszhatunk, hasonlók, tehát ha még a déli partra megyünk, akkor meg is éljük ezt egy kicsit, ezt a mediterrán hangulatot, nem? A, a Síkság, és, a, és, a, és ott az őrség, ami abszolút az erdő, a mezők, a patakok, egy másfaj hűvösebb reggelek, ott az Alföld, ami szintén egy teljesen más, más világot kínál, és hogy ez nagyon közel van. Tehát, hogy nem kell érte fél napnál tovább autózni, azt gondolom sehova, és megtalálhatja az ember. Arról nem is beszélve, bocsánat, hogy így kiegészítem, de hogy én például az utóbbi években nagyon sokat vagyok a Tisza partján, uh. és, és az is, tehát, hogy egészen elképesztő színeket, élményeket ad, olyan, olyan, hangulatokat, amikről azt gondoljuk, és tényleg azt gondoljuk, hogy csak külföldön, az Amazonas mentén találhatom meg, jó, nyilván nem lehet összehasonlítani, de hogy akkor is ad egy olyan ö, újdonságot, amit szerintem, amit szerintem mindenkinek meg kéne nézni, és mindenkinek látni kellene. És azt felejtjük el, hogy én például, hogyha elutazom, és külföld mellett teszem le a voksamat, az mindig azért van, mert valami olyan dolog vonzod, amit mondjuk itt nem tudok csinálni. Tehát például, hogyha az óceánon szeretnék szörfözni, azt viszonylag nehezen tudom megoldani Magyarországon. Hogyha mondjuk szeretnék 2000 méter magas hegyen sielni, azt sem tudom megoldani Magyarországon. De minden egyebet igen. Tehát, hogyha arról van szó, hogy evezni szeretnék, hogyha arról van szó, hogy tereplovagolni szeretnék, ha arról van szó, hogy nem tudom vízi sielni szeretnék, vagy csak feküdni a parton, ezeket mind-mind meg tudom csinálni Magyarországon. És szerintem ez egy Óriási szerencsénk! A Most, a ahogy, ahogy, mesélsz, én nálad azt érzem, hogy te azért szeretsz elbújni, hogy, hogy szereted az olyan helyszíneket, ahol szinte csak Ingen. te vagy, akkor mit szóltok a sláger helyszínekhez? Azért nyáron, hogyha tényleg leugrunk Siófokra, vagy Hajdúszoborszóra, ott, olyan tömeg van, mint ha egy horvát tengerparton lennénk, azt hogy bírjátok? Képzeld el, hogy mi úgy szoktuk ezt csinálni, illetve ez nagyon érdekes, hogy ugye milyen mi június elején kezdünk el általában ugye lejárni. leköltöztök a Balatonra. Igen. És van egy időszak, mi úgy szoktuk mondani, mi azt szeretjük, magunk között, ameddig még nem érkezik meg a nagy tömeg. Tehát olyan olyan július közepéig mi nagyon jók vagyunk. Olyankor szeretünk lejárkálni esténként ott a, a partra, a sétányra, beülni egy-egy helyre, esetleg esténként, vagy étteremben vacsorázni, vagy ilyesmi. És aztán jön az az időszak július közepétől augusztus 20 amikor mi nem nagyon tesszük ki a lábunkat a nagy tömegbe, és olyankor mi elszoktunk el bújni, és, és a strandra is akkor megyünk már, le, amikor mások hazaindulnak, és aztán augusztus 20-ától újra egy kicsit fellélegzünk, mert akkor megint kevesebben lesznek, és olyankor szoktunk inkább újra. De, de most ez úgy hangozhat, mintha mi ez ilyen, ilyen sztárral űr lenne, tudod, hogy úristen, tömeg már nem, 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 nem úgy, de, de, nem, nem, csak az Imrére igaz. Én én, 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 nem. de, hogy... De hogy de hogy az édesapám, aki abszolút nem ismerte meg soha senki, ő is így szeretett a Balatonon lenni, és azt gondolom, hogy aki egy aki már nem nyaralni jár a tóra, tehát hogy minél ez a tó már egy picit több annál, mint egy nyaralóhely, az így szeret járni a Balatonra. Amit a Krista mondott, az én apám is mindig azt mondta, hogy, hogy hogy az igazi Balaton az ősszel van. Amikor tényleg Milyen csak azok vannak lent, akik, akik, szeretik ezt a tavat annyira, hogy, hogy a hidegbe is len vannak, vagy amikor nincs nyitva már a lángosos és a hasonló. És azt gondolom, hogy, egy, hogy mi ebben nagyon hasonlóan működünk a Krisztával, hogy ezt mi is így szeretjük megélni. Meg lehet látni, hogy kik azok, akik ilyen törzsgyökeresek, Egyébként ez szerintem bármelyik balatoni településen így van. Hogy lemész a strandra fél hatkor, és megnézed azt, hogy kikérkeznek meg akkor úszni. Na ők a Balatoni arcok, még akkor is, hogyha mondjuk egyébként Debrecenbe, Pesten bárhol laknak, és ott van, ők a balatoniak. Ezt most így többször említettétek azért a beszélgetésünk során, hogy tényleg most egy sűrű időszak van nektek, és nagyon sokat dolgoztak, de szerintem azért várjátok majd azt, hogy legyen egy kis szünet és egy kis szabadság, és ugye ilyenkor nagyon arra tudunk koncentrálni, ugye várjuk a centit, hogy végre mikor utazhatunk el, és gyakorlatilag nálam sokszor az történik, hogy nagyon várom azt az egy hetet, aztán megérkezem, és olyan elvárásaim vannak, hogy valahogy nem tudom magam uh, annyira jól érezni nálatok, ez hogy szokott alakulni? általánosságban, én most nem mondasz, hogy nem utazol, anya. De én, én, utazom, én, utazom én, én, általában mindig megkapom azt, amilyen megyek, de ennek az az oka, hogy én mindig rászervezek olyan programot, amiben tudom, hogy nem tudok csalódni. Tehát én az angol derbiben nem tudtam csalódni, a, párizsba Párizsban, az Árdetriumban nem tudtam csalódni, mert azok a lovasok, azok a lovak futottak azokkal a trénerekkel. Úgyhogy én ezt, ezt megoldom, ezt ilyen szinten. Én egészen más szempontból közelítem meg. <laughs> Én nagyon örülök, hogyha úgy el tudok tölteni egy utazást, hogy nem kerülök kórházba <gül> <gül> Igen, egy ilyen típus vagy. Igen, én, hogy mondjam, tehát nekem volt egy-két kalandom, tehát én, én töltöttem viszonylag hosszabb kórházi tartózkodást Tájföldön, ugye, tehát, hogy, na mindegy, szóval, hogy majdnem... Köszönöm majdnem... <laughs> szereti megnézni a nemzetközi egészségügy helyzetét, ha És Megismered a helyszíneket. <laughs> és megismerem a helyszíneket, de nagyon sok országról, tehát hogy Lisszabonban is volt ilyen. Tehát, hogy na, mindegy szó, hogy, hogy én nekem alapvetően, hogyha már uh, ilyen típusú kaland nélkül végződik például egy utazás, akkor én már nagyon boldog vagyok. És mivel uh, szerencsére azért nem minden utazás végződik a kórházban, ezért általában boldog vagyok, hogyha utazom. De engem például nagyon. Uh, nagyon könnyű olyan szempontból boldoggá tenni egy utazás alatt, hogy én az egyszerű dolgokat szeretem. Tehát én szeretem figyelni az embereket egy kávé mellett ülve a főutcán, én szeretem, hogyha elmegyünk múzeumba, de azt is szeretem, ha nem megyünk el múzeumba, és én tudok pihenni úgy, hogy, hogy fekszem a tengerparton egy hétig, és csak este, nem tudom, rommá égett testtel bevonszolom magam az első helyre, ahol adnak valamit enni, és utána lefekszem aludni, és kiolvasok négy könyvet, de úgy is szeretek nyaralni, hogy felfedezzük a látnivalókat, ide megyünk, oda megyünk, amoda megyünk, tehát hogy, hogy szerintem mindenkinek inkább azt kell megtalálni, hogy ki az akivel szeret utazni, mert hogy hogy ne, tehát hogy ha ez a két emberben vagy három emberben vagy csoportban nem stimmel, akkor borzasztó feszültségek lesznek. Akkor az nyaralás lesz. Igen, igen, de hogyha meg megtalálod azt az embert, akivel jó utazni, akkor onnantól kezdve Hát akkor a helyszínek is jobbak, és azt szoktam mondani, hogy az ételek is finomabbak lesznek egy, egy jó, jó étteremben. Van. Térjünk vissza a balatorra. Azt az ez ételekre a... <laughs> Beszélgetünk majd a gaptóról is, mert hogy ugye ez a legnépszerűbb hely, ahová szeretünk utazni. Jön néhány eldöntendő kérdés, és figyeljetek, egy szóval kell válaszolni, utána majd kifejtjük. Jó, úgyhogy készüljetek Nagyon fel. izgulok. Én is. Északi part, vagy déli part? Északi. Déli. és szóval, hogy éreztem. Wellness vagy strand? Strand. Strand. Aktív nyaralás vagy pihenés? Én inkább, ha valamit kell, akkor inkább az aktív. Tehát, hogy ne, én nem tudok, én, amit a Kriszta mondott, én nem tudok egy hetet feküdni. Tehát, hogy Én nagyon én tudnék. Hek vagy lángos? <laughs> Egyik se. Egyik se? Uh, mm. Hek, inkább hek, inkább hek. Mert a lángos az, az, az inkább egy piaci, tehát az bárhol tudom, ez a lehető is köthető. Igen. Fagyi vagy palacsinta? Fagyi. Fagyi. Jó, hát most így a klasszikusabb, tipikus ilyen balatoni finomságokat emeltük ide, ugye már a beszélgetés elején Kriszta azért szót arról, hogy a gasztró mennyire jó, és hogy a Balatonon ez, ez mennyit fejlődött, mi ezt te is tapasztaltad? Csinálsz olyat, hogy mondjuk csak azért mész a Balatonra, vagy egy forgatásról azért lógsz meg egy kicsit, hogy, hogy valami finom tehes. nem meg Nem hallottam ilyen. Inkább De a forgatáson ott vagyok. Én mindig jókat tettem a Balatonon, Úgyhogy nekem ezzel soha nem volt probléma, de azt gondolom, hogy ez az egész országra igaz. Tehát, hogy, hogy most az elmúlt tíz év az ilyen szempontból egy gasztronómiai egy forradalom volt. Igen, és én ugye nem nagyon fogyasztok hústermékeket, úgyhogy nekem például egy nagyon. Nagyon jó leső gasztronómiai forradalom volt, hogy egyébként a heklángos fagyi háromszögből egy kicsit ki lehetett mozdulni, Igen. és nem csak ezeket lehetett elfogyasztani a tópartján. Mi, hogyha lent vagyunk a saját nyaralónkban, akkor édesanyám főz, Úgyhogy nekünk az a legnagyobb öröm, hogy az ő főztjét elhetjük, de hogy egyébként nekem nagyon sok olyan étterem van, ahova, ahova szeretek lejárni, és mi van, hogy e köré szervezzük a, a leutazásainkat. Van még nagyon komoly eldöntendő kérdésünk. Nagyon figyelmi. Napozás vagy árnyékban hűsölés? Napozás. Én mindig megpróbálkozom a napozással, de valahogy azért én bőröm Először vörösre ég, aztán elkezd barnulni, és ahogy bemegyek valahova, ahol nincs nap, kettő perc múlva újra fehér vagyok. Úgyhogy én mindig minden évben megpróbálom, és valahol az árnyékba kötök. És jöjjön a kedvencem, értékmegőrző, vagy magyar szép, tudjátok, amikor itt törölközőben minden becsomagolunk, és azt gondoljuk, hogy ez rendben van be kell, hogy valljuk, muszáj, hogy bevalljuk. Én csak az érték megőrzött, ha ilyen és a kulcsot vesztjük el valahol a strandon, úgyhogy utána soha, nem, nem. magyar szép. Magyar, magyar, persze. Szín. Egyértelmű magyar. De azért azt hozzáteszem, hogy egy picit szerencsés helyzetben vagyunk, mondjuk például, ha, a, ha a mondjuk, mert ott ugye ott azért egy elég nagy stábbal vagyunk lent, tehát azért egy-két embert lehet találni ismerőst, aki éppen napozik, és akkor az ember mellé dobja a cuccát, és már úgy érzi, hogy figyelnek rá. Pedig nem ezt az észak-dél egyetértés, vagy egyetértést vagy ellentétet egy kicsit elemezgessük. Ugye, Kriszta, te vagy akkor a déli part. Én vagyok a déli part. Én, mint te vagy az északi part. Mondjatok előnyöket, miért szeretitek még? Miért jobb szerintetek egyik, mint a másik? Egyébként az jutott eszembe, hogy én, pesti vagyok. És én ezért valószínűleg nyaralni szeretek oda menni, ahol nyugi van. Tehát, hogy, hogy nekem ez, ez biztos, hogy talán ez lehet. Tehát, hogyha én nagyon mélyre mennék, akkor valószínűleg lesz, hogy, hogy mi Mind a szüleim szerették, ha egy picit úgy úgy lassabb az időnek a folyása, és arra az északi part azért nagyon sokáig tökéletesen alkalmas volt. Most egy picit messzebb kell menni, tehát most azt mondom, hogy most el kell menni Réfülöpig, de még mindig tudja ezt hozni, hogy ott nem volt ez az őrület, ami siófok és, és a déli part, amit én gyerekkoromban vagy fiatalkoromban így nagyon vágytam, csak, csak az összes többi barátom nem vágyta, úgyhogy aztán én sem vágytam. Nekem, ami a, a déli partnak szerintem, és ez egy picit ilyen történelmi hozadék, ugye? Azt hiszem, ha pontosak az emlékeim, akkor ez 1860-as évek környékén történt az, hogy, hogy ugye ott a vasútvonal, az első vasútvonal, ami Nagykanizsáig ment, az ugye akkor még Pest-Budát ugye összekötötte Nagykanizsával, így ezért az első körben ugye a déli part volt az, ahova effektív nyaralni lejárhattak az emberek, mert előtte ugye Balatonfüred volt, és tulajdonképpen azért az ott a reformkorban a kiváltságosaknak volt a a lehetősége, a tudományos élet, az irodalmi élet kiválóságai voltak ott, és ezért szerintem a déli partnak van egy nagyon picivel befogadóbb hangulata. Ott egy picivel kisebb léptékű, egy picivel kevésbé zárt még mindig az a, az a nyaraló közösség, akik ott vannak, és éppen ezért nekem valahogy otthonosabbak. Azok a, azok a nyaralások, amiket a, a déli parton töltök. Ettől függetlenül egyébként nem kell lemondanunk feltétlenül arról az életérzésről, amit például mondjuk Balatonfüreden megtalálunk, mert hogyha már hazabeszél az ember, tehát akkor ott van a sétány Fonyódon, ami ugye egy villasor gyakorlatilag, a Törlei családnak volt ott háza, akkor nem tudom, Huszka Jenőnek volt ott háza, és ott is megvannak ezek a típusú történelmi emlékek, tehát hogy abszolút az ember megtalálja ezt is, de hogy közben az üdülő övezet, az mégis visszahoz valamit abból a az kosvászomból, dinnyéből, stb. málnafröccsből, amit... Hát ami abszolút a gyerekkor. Igen, Igen és ez nagyon jó érzés. Tudjátok, ugye, ti nem csak nyaraltok, meg szórakoztok a Balatonon, <laughs> és Kriszta, te gyakorlatilag már 11 éve ott élsz nyaranta Révfölöpen, hogyan néz ki majd az idei nyaratok? Az idei nyarunk úgy néz ki, hogy gyakorlatilag két nap múlva mi felpakoljuk az összes biciklinket, kutyáinkat, úszogumit, matracot, és minden egyebet, ami szükséges a nyárhoz, hordozható grill, stb. Strandpapucs, fürdőruha és a ilyesmi, a klasszikusokat. Réfülöp felé vesszük az irányt, és minden második héten mi fixen ott megtalálhatóak leszünk, ugye a váltott heteken pedig Somosi Barbival és Forró Bencével találkozhatnak majd a kedves nézők a képernyőn is, de egyébként személyesen is, hogyha valaki oda látogat, és én a köztes heteket valószínűleg úgy fogom tölteni, hogy én nem is megyek nagyon messzire, mert elmegyek a révig, onnan áthajózok a déli partra és visszamegyek Béla telepig, Fonyódig és ott töltöm majd a, a maradék időt, amikor ezt egyéb elfoglaltságaim engedik. Imi veled mi lesz? Nekem azért egy picit más a történet, addig teljesen egyértelmű, hogy én is a kutyákkal elindulok Révfülepre, amikor a Kriszta, nem is hagynám ott egyedül. Mert ugye együtt lesznek együtt a műsorban. Ilyen szempontból. Nem, nem, én mindig arra gondolok, hogy annyira jó, hogy van ez a műsor, mert valószínűleg a nyáron olyan szintű hiányérzetem lenne, ugye ezért egész évben egymás mellett ülünk, és hogy nyarantót állandóan ott keresnünk, de meg van oldva. Nekem egy picit más, mert Ugye én a, aztán a köztes heteken ö, felkapom a Vince fiamat, és ö, hát például az Ipojon egy vizitúra, az már le van szervezve, úgyhogy oda mindenféleképpen ö, elmegyünk. Most meg azt nem tudjuk, hogy kutyát vigyünk-e magunkkal, mert <laughs> lehet, hogy nem kéne. Ö, Milyen hajóba? <laughs> hát, még mi lehet, hogy túlvállaljuk magunkat, és mi biztos, hogy hogy a nyár folyamán az országon belül maradunk, de ez mm -hmm. azért van, mert már a fiamnak is megvannak a kedvenc helyei, ő nagyon szereti a Balatont, de imádja a Tiszatavat, tavat, mert hogy ott lehet motorcsónakot bérelni és egyebeket. Krisztával majd ott is összefutunk. Úgyhogy Krisztával majd ott is összefutunk, és aztán ami meg egy ilyen bakancslistás terv, az pedig az, hogy remélem, hogy vele, szeptember elején, most már évről évre tervezünk, de most eljutunk Írországba, és ott egy napot a tengerparton fogunk tölteni, természetesen van lóverseny van. Hát legyen így. De ez, ez, majd majd kiderül. Legyen így, jó munkát, meg nagyon jó nyarat kívánok nektek. Nagyon szépen. Köszönöm szépen, Köszön hogy eljöttetek. Köszönjük szépen Köszönjük, a hogy itt voltál vendégként is, és neked is, Kriszta. Nagyon köszönjük. Az összes adásunkat megtaláljátok az M2 Petőfi TV YouTube csatornáján, úgyhogy ha szeretnétek, már holnap estétől visszanézhetitek. Vigyázzatok magatokra, jó nyarat mindenkinek, sziasztok!